térnél erősített, ugye a tűzoltónak sugárcsövet fogva sokszor térre kell ereszkedni, kontárral van ellátva. Ez csak egy része ugye a védőruhának, a védőruhához hozzátartozik még a védősisak, a védőcsizma. A tavalyi évben egy pályázatnak köszönhetően tudta megvásárolni ezeket a lángálló tartalékvédő ruhákat a tolnai tűzoltóság, illetve egy hőkamerát is beszereztek, ami nagyban megkönnyíti a munkát, mondja Paksi Ferenc parancsnok. Hozzátette, hogy szerencsére az előző évben kevesebb káresethez kellett vonulniuk. Ugye vonulunk műszaki mentésekhez, autóbalesetekhez, időjárás okozta káreseményekhez, és természetesen a tűzesetekhez. Összességében kevesebb volt a tavalyi évben. Ez lehet véletlen is, de egy jó megelőzésnek is lehet az eredménye, valamint az emberek, az állampolgárok jó tájékoztatásának, hogy hogy kell hozzáállni egy adventhez, vagy a fűtési szezont hogy kell megkezdeni, odafigyelni a kéményekre, stb. A pénz, amiből gazdálkodhatunk, az egy állami normatíva. Egy évben meghatározott ez az összeg. A hiányzó összeget, ami a működéshez kell, azt a székhelytelepülés önkormányzata, Tolna önkormányzata biztosítja, valamint még a vonulási területünkből, ami egyébként Bogyiszló, Fad, Fácánkert és a székhelytelepülés Tolna, Fácánkert biztosít bizonyos mértékű támogatást, pénzbeli támogatást. Az idei évre is megvan állapítva az állami normatíva, amihez azért még várunk egy kis kiegészítő támogatást, egyébként tavalyi évben is úgy állt össze a végösszeg. A tolnai önkormányzat ugyanúgy a hiányzó összeget ki fogja pótolni, ebből ez gördülékeny volt, ezzel még nem volt gondunk. Tavalyi évben még annyi, hogy egy új munkavállalót tudtunk felvenni, így 9 főállásút foglalkoztatunk most itt a tűzoltóságon, az összes többi az egyszerűsített foglalkoztatott, szabadnapos, nyugdíjas tűzoltó, akik beugranak a hiányzó helyekre. Hát mindenki képzett, azt kell, hogy mondjam, itt a főállásúak közül, és az egyszerűsített foglalkoztatottak közül is, viszont egy magasabb képzést szeretnénk összesen 4 embernek, akik így az utóbbi években szereltek fel. Ez van terve az idei évben. Szeretnénk egy kicsit fejleszteni a gépparkunkat, bizonyos karbantartási, javítási munkákat végezni a tartalékfecskendőn, és hát ami csak még belefér. Valószínűleg idén is lesz eszközpályázat, amiből az eszközeinket tudjuk fejleszteni. Ez a híradós helyiségünk, megtalálható itt is az RDL rádió, amin a rádióforgalmazások mennek. Azon a monitoron láthatjuk a megyei szereket. Ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson a tűzoltókhoz, több kritériumnak is meg kell felelnie. Feltétel az, hogy elvégezzen egy minimum 40 órás képzést csak ahhoz, hogy felülhessen az autóra. Egyébként a követelmény az az, hogy a főállású legyen szakképzett, ami egy alapfokú tűzoltó tanfolyamot jelent, ami sajnos még most ezekben az időkben helyileg nem megoldható. Szóval BMOKF katasztrófavédelmi oktatási központjában képzik a tűzoltókat, és hát ez az, amiért ugye innen kiesik egy-két-három hónapra a dolgozó. Mindenki tudja, hogy ha megyünk, akkor segítünk, és ha megyünk, akkor baj van, tehát a bajban segítünk. Egyetlen egy problémát látok, ami változás itt az elmúlt évtizedekhez képest, tehát hogyha egy kicsit jobban visszanézek, az ifjúságot jobban meg kellene célozni, mert azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit öregedő az állományunk, és kevesebb a fiatal, aki ezt a szakmát válassza. Hát iskolákban jó lenne szakkörként működni, biztosan vannak olyan települések, ahol van ilyen. Beszéltünk róla, hogy nekiugrunk idén ezeknek a dolgoknak, hogy lehetne így a gyermekeket megszólítani. Amivel mi mindig szoktunk élni, az a rendezvényeken, gyermekeknél
megjelenés, megjelenünk és csinálunk egy hopportit, addig is látnak tűzoltóautót, vagy bármilyen rendezvény van itt a Tolnai Kulturális Központban is, akkor megjelenünk, tartunk egy bemutatót, kipakoljuk az eszközöket, és akkor ott meg lehet nézni, hogy kell használni, és hát ha megjelenünk, akkor talán beleégünk a gyermekeknek a fejébe, elméjébe. Itt a látó gépjármű fecskendőnk, 8 perces riasztási idővel vonulnak, legkésőbb 8 perc alatt elindulnak riasztáshoz mérten a tűzoltók, akik készenlétben vannak. Itt látható a speciális készenlétben tartása a nadrágnak, úgy szoktunk mondani, hogy csőre van töltve. Beleugrik a tűzoltó, felhúzza a kantárt, és már lehet is venni a kabátot és sisakot, és lehet indulni a riasztáshoz. Szerintem mindenki tudja, hogy egy nagy elhivatottság kell hozzá. És tehát az emberek, akikben van egy ilyen segíteni akarás, egy ilyen empátia, tehát leginkább azok jelentkeznek tűzoltónak. Nyilván izgalom is van benne, tehát valamennyire extrémnek lehet nevezni, van, aki ezt is szereti, és hát azért lelkileg is kell erre készülni, hogy az ember, amit tapasztal, amit lát, az nem mindig szép és jó, de a végeredmény mindenképpen, azt hiszem, segítettünk.